Beszélgető társam itt a stúdióban Szilágyi Erzsébet, szobrász, ötvös művész, Nagykovácsi Lakos, aki egy párhuzamos kiállítással nyitotta az évet Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési Központban és a Nagykovácsi Öregiskolában is láthatók a munkái. Ez gyakori a te esetedben, vagy egy művész esetében, hogy egyszerre, majdnem egy időben két helyen is két különböző kiállítás? Az, hogy két önálló kiállítás egyszerre nyílik, az nagyon ritka szerintem. Csoportos tárlatokon sok ember részt vesz, és akkor egy-egy művel képviseli saját magát, az gyakran előfordul, de úgyhogy két önálló kiállítás egyszerre az ritka. Miért döntöttél így? Annyi munkát gyűlt össze, és most ez a kékfestő korszak újragondolása, amiben most éppen utazol, és a két kiállítás erről szól, vagy pedig két különböző mondani valót helyeztél a két kiállítás középpontjába. Szóval hogy kell ezt elképzelni? Nekem mindig a helyen van a problémám, meg hogy a mondani valómnak megtaláljam a megfelelő helyszínt. Kicsit messziről kezdem, amikor a Semmelweis szalomba kiállíthattam a Varva Hurkolt textíjeimet a Deep Breath című kiállításon, akkor az volt a problémám, hogy nem volt elég magas a terem, hogy a több mint 5 méteres textilemet ki tudjam állítani úgy, hogy egészbe látszódjon. Úgyhogy kénytelen voltam bemozdítani a térbe, ami nagyon szépen működött, de igazándiból egy nagyobb helyszínt szerettem volna neki találni, és aztán így találtam meg a visegrádi palotát, ahol kifértek a textiljeim, sőt, oda is készítettem 10 méteres alkotást, meg 8 méteres, úgyhogy ott is megtaláltam a helyszínt. A kékfestővel ott úgy történt, hogy egy ilyen jó éve kezdtem el dolgozni a kékfestővel, és annyira erősen motivált ez a technika és a mondani való is, hogy amennyi művet elkészítettem, mindenképpen szerettem volna egybe látni őket. Nem fértek ki otthon, hogy egybe megnézhessem őket, meg egymás mellett. Úgyhogy mindenképpen szerettem volna végre látni őket. És egy kiállító térben nem fértek volna el, úgyhogy ezért jött a szerencsés véletlen, hogy megkerestek Budakesziről is, és már beszéltem a nagykovácsiakkal is, hogy ők is várják az anyagot, és ezért tudtam kiállítani egyszerre mind a két helyen, ugyanarról a témáról, a különböző alkotásokat. Paradox módon most egyben látod ezeket az alkotásokat, igen, két helyszínen. Igen. Szobrász és ötvös művész vagy. A textiltől nekem laikusnak kicsit úgy messze van. Elsőre nekem is egy picit távol állnak egymástól, de pont azok a technikák ragadtak meg bennem, amik a két és három dimenzió között vannak félúton. Ez a Varva Hurkolt textil, amit Gönczi Andrástól tanultunk, ott az a lényege, hogy az ilyen újrahasznosított textilszálakat három dimenzióba tudom az asztalra helyezni, és utána a technikának köszönhetően lesz kétdimenziós. A kékfestőnél is az a helyzet, hogy ha meggyűröm az anyagot, és úgy használom a nyomódúszokat, vagy akár az ecsetet, vagy a testemet, vagy bármit, akkor ott is azért kicsit benne van a három dimenzió. Persze ott még jobban redukálva. Mi születik meg először a mondani való a fejedben, vagy beleszeretsz egy anyagba, vagy beleszeretsz egy technikába, egy eljárásmódba, vagy akkor lesz kész egy műalkotás, hogyha ez a három találkozik? A találkozáskor. Itt a mondani valóm, azt gondoltam, eső esik, pedig a szemem könnyezik. Ez nagyon régóta foglalkoztat. Egy népdal, igen. És már gyerekkoromban is nagyon szerettem, akkor is rongyosra hallgattam. Aztán sokáig nem vettem elő, de újabban megint aktuális lett a mondani valója is, meg hát szép ez a népdal önmagában is. És a felhők, meg az eső, meg ez a könnyező szemek, ez azért nagyon megmozgatja a fantáziámat, és már régóta szerettem volna megjeleníteni, úgyhogy már készült plexiből, ezüstből, mindenféle anyagokból, de még nem volt meg az igazi. És akkor találkoztam a kékfestővel, és akkor összeállt a kép, és így született meg az egész sorozat. Ez egy szomorú népdal, lehet ezt mondani. Hát igen. Tulajdonképpen a címe is, ami a kezdősor, ha nem tévedek, és erre utal. Miközben én egy vidám nőt látok magammal szemben. Mennyire kell azonosulni egy adott témával? Tehát egy művész
jó esetben talán saját magából és a saját sorsából táplálkozva alkot, de hát lehet alkotni úgy is, hogy az ember mások történeteit, sorsát jeleníti meg valahogy. Te mindig magadból merítettél? Hát alapvetően magamból indulok ki. De ugyanakkor azért nem élek olyan különleges életet, tehát hogy majdnem minden tizedik ember elmondhatja magáról ugyanazokat, ami az embereket foglalkoztatja, a gyász, a válás, a gyereknevelés, vagy bármilyen témák. Ez egy személyes téma, ez talán elárulható, mert hogy az öregiskolának az igazgatója, Géfur Ujjás Katalin, egy installáció előtt mesélt arról, hogy ezt a válásod ihlette, vagy a válásod után fogalmazódott meg benned a családi szennyes kiteregetése, ugye van egy ilyen szólásunk, és Nagykovácsi polgármestere Kiszelnyi Mózs Katalin azt mondta, ez a kedvenc installáció, ez a helyes? Igen, hiszen ez több tárgyból álló kompozíció. Gyerekbugyik, konyharuha, tehát ruhadarabok, otthoni háztartási tárgyak, kékfestő technikával megbolondítva, szóval inkább te mesélj erről. Hát egyrészt szeretem az ilyen fájó és nehéz témákat is egy kicsit ilyen oldottabban vagy humorosabban megközelíteni. Ez terapikus is nálad? Tehát ez segít a helyzet elfogadásában? Az a helyzet, hogy terápiát azt azért külön végzem, az alkotásoknál pedig elsősorban az anyaggal kommunikálok. Jó, de van művészetterápia is, persze, gyógyító persze, ereje az persze. Alkotásnak. Járok is, úgyhogy az tökéletes és mindenkinek ajánlom. Visszatérve a művekre, a családi szennyes az úgy született, hogy egyrészt most aktuális téma még mindig a Me Too, amikor ugye kiderül, vagy hát napvilágot látnak ezek a borzalmas dolgok, ami egészen sajnos... Egészen pontosan zaklatások, hát és igen, főleg a nők az áldozatai ezeknek. Igen, vagy hát rengetegszer a gyerekek is, vagy hát fiatal felnőttek is. Abúzus éri is. Őket valamilyen... Igen. Magasabb szintről, vagy a hierarchiában fölötte helyezkedő, így próbálja meg kihasználni az illetőt. Itt ugye abból a szempontból nem saját élményekből merítek, hogy velem ilyen nem történt. Viszont mint nő abszolút együtt érzek az összes olyan nővel, akivel történt hasonló dolog. Illetve hát a felmenőim között azért ott is előfordult hasonló dolog. Úgyhogy saját életemből nincs ilyen példa, de attól még a felmenők és a környezetemben azért van, úgyhogy így érzem magaménak ezt a témát. Tehát, hogy ez is a családi szennyesben benne van, azért is vannak ott a kis bugyik, meg ilyesmik. De ezek a bugyik annyira elárulható a saját gyermekeid, zuhadarabjai. Igen. Viszont hát velük ilyen nem történt, úgyhogy ebből a szempontból nem személyes szerencsére. Megfogalmazható-e, nyilván feltételezem, hogy mi az összüzenete ennek a páros kiállításnak, vagy párhuzamos kiállításnak? Mit kívántál ezzel a technikával, ahol a saját testedet is használod, nem egy, tényleg nem tudom megfogalmazni, képen, művön, hiszen vásznak, lógnak a falakról különböző ábrákkal, és a kék szín dominál nyilván. Szóval, hogy mi a fő üzenete ennek, ezeknek a munkáknak? Amit az ismerőseimtől megkaptam, mint vízhang, hogy nagyon örültek, hogy eljöhettek a kiállításomra, mert hogy a saját életükben erőt ad, inspirálja őket, és igazándiból arra bíztatok mindenkit, hogy először saját magukkal legyenek őszinték, és utána meg a külvilággal. Tehát, hogy a legfontosabbnak azt tartom, hogy az ember önazonos legyen, és ehhez mérten viszonyuljon a környezetéhez, meg saját magához, és így cselekedjen. Gondolom, hogy azért az egy vállalás is, hogy valaki a saját testét használja egy műalkotás elkészültekor, és ugyanez nem egy aktkép, vagy egy ilyen típusú kitárulkozás, de hát mégiscsak Szilágyi Erzsébet teste látszik azokon a vásznakon. Hogy érted ezt meg, és ez az első ilyen jellegű, nem találok jobb szót, megmutatás, hogy kitárulkozása a te művészetedben? Hát egyrészt van benne ugye egy kis ilyen művészetterápiás folyamat is, tehát hogy azért itt beszűrődik. Tehát, hogy nekem is el kellett fogadnom saját magamat, a saját döntésemet, mert amikor bejelentettem, hogy elválok, akkor azért még édesanyám is ellenem volt. Úgyhogy nem volt egy könnyű folyamat, viszont
Azt hiszem, hogy a helyemen vagyok, és kölcsönösen szeretjük és tiszteljük egymást a volt férjemmel, úgyhogy nincsen semmi probléma, de hát mégis egy nagyon nehéz lépés meg döntés, és úgy gondoltam, hogy beleállok a saját életembe, a saját sorsomba, és nem engedem, hogy a külvilág befolyásoljon. Miért lettél szobrászművész? Az ember azt képzeli, szintén sztereotíp gondolkodásból, hogy szobrászok azok férfiak, követ, fémet, nem tudom, mit kell megmunkálni, és nagy testi erő kell hozzá, és tehát hogy alakult ez nálad, és az ötvös az is fémmel dolgozik alapvetően. Miért ezt az ágát választottad a művészetnek, az önkifejezésnek? Hát úgy kezdődött, hogy a szüleim észrevették, hogy milyen szépen rajzol a kislány, és akkor elküldtek rajzszakkörbe. Előbb jártam rajzszakkörbe, mint iskolába, tehát hogy elém tették a feladatot, vagy az élethivatást, és ezt jól el is találták. Úgyhogy én mindig jártam különböző művészeti szakkörökbe az iskola mellett, és aztán vérző szívvel, de ott hagytam a Kempelen Farkas Kísérleti Gimnáziumot, ami emelt szintű matekos volt, meg ilyesmi, de hát tudtam, hogy én nem akarok matek tanár lenni, vagy normális ember. Úgyhogy akkor elmentem a kisképzőbe, ötvös szakra. Gondolkoztam, hogy milyen szak állhatna közel hozzám, de akkor még óriási fülbevalókat készítettem saját magamnak, tűzománcból. És akkor úgy döntöttem, hogy az ötvös szakot próbálom meg. Maradtam az ötvös szakon az Iparművészeti Egyetemen is, de közben első időszakban akkor kimentem Londonba egy évre, és ott jártam egy olyan művészeti iskolába, ahol mindenféle szakot ki lehetett próbálni. És a Central Saint Martinba ott elvileg szobrász szakra vettek föl, mert oda akartam menni. De itt Magyarországon a helyi viszonyok között úgy éreztem, hogy inkább az ötvös szakon tanulnék többet. És ez abból a szempontból jó döntés is volt, hogy ott más technikák, más szakok is vannak. És hogy engem a legjobban az érdekel, hogy a különböző anyagokon keresztül hogy tudok megszólalni. Tehát nem egyféle anyag, ami engem foglalkoztat, hanem mindennel szeretek kísérletezni. És a kísérletezés nagyon jellemző a munkáimra. Te az a típusú művész vagy, aki nem valamilyen stílusban dolgozik, és időnként kísérletezik, hanem a te meghatározásod az folyamatos kísérletező, igen, lehet ezt mondani? Igen, igen. A stílus, tehát az egyedi hangvételem az átüt minden anyagon. Az iparon a többiek is mondták, hogy hát már messzire tudták, hogy melyik az én munkám, mert hogy az ilyen letisztult, kicsit japános, szóval, hogy egy ilyen ázsiai szemlélet is látszik rajta. Hát ez olyan, mint hogy a zenekaroknál azt mondják, hogy mielőtt megszól az ének, már a első akkordokból tudják, hogy na ez az a zenekar, és valóban az. Gondolom, ilyen lehetsz te képző vagy iparművészként. Mi a jó kifejezés? Hát egyre jobban úgy érzem, hogy képzőművész vagyok. Mm-hmm. Igen. Az jó. Iparon végeztem, de most már képzőművésznek érzem magam. Említetted Angliát, említetted Japánt. Amúgy is szerettem volna kitérni a te külföldi inspirációidra. Mondtad, hogy kimentem egy évre Londonban. Igen. Erről. Akkor most egy mondatot ejtsünk erről. Igen. Ez egy igazi virág, ugye? Igen. Milyen virág, ezt lehet tudni? Hát azt nem kérdeztem meg, gyorsan bementem még reggel a virágoshoz, hogy valami szép szál virágot adjon nekem. Két kémcsőből. Igen. Nagyon eredeti, és ez kicsit jelzi azt, hogy ilyen ökötudatos művész vagy. Igen. Sőt, ember. Tehát igen. Úgy érzve, hogy a mindennapokban. Fontos nekem a természet. Ez egy jó példa arra, hogy nagyon szeretek különböző anyagokkal dolgozni. Ez egy üvegtechnikai üveg, ami ezüst... Ja, mert az is egy műalkotás önmagában. Igen, igen, saját tervezés. És ugye látszik, hogy a növényre vigyázok, és víz van benne, hogy ő tovább élhessen. Persze leszakítani nem szép dolog, ott is elkezdődhet már egy dilemma. De ha már leszakítjuk, vagy hát pontosabban a kislányom szokta leszedni a virágot, és adja nekem, és mit csináljak vele egy erdei kiránduláson, hát akkor a fülbevalomba behelyezem. Nem tudom, hogy kitalálták-e már, hogy földlabdás növényeket beültetni fülbevalóba, de ez lehet, én gondolkoztam rajta a medálba még régen, de aztán nem készítettem el. Hát élő növényeket hurcol valaki magával. Igen. Jó. Térjünk vissza akkor Londonba, tehát...
ez gondolom még a tanulmányid idején volt? Egyébként a Moholy Nagy Ipar Művészeti Egyetemen végeztél. Igen, még az egyetem előtt. Egyetem előtt. Egy egyetemista azért csak úgy gondol egyet, hát most kimegyek Londonba egy évre. Vagy hát hogy alakult? A középiskola után határoztam el, hogy elhúzok. Ez egy jó ötlet, csak nem mindenki tudja ezt megvalósítani. Volt hát én Uber-nek mentem ki. Ja, értem. Tehát, hogy dolgoztam, és akkor mellette jártam iskolába, meg rajzszakörben. És gyereknevelőnek is jó volt? Tehát erre voltak jelek, hogy te türelmes leszel? Szerettek a gyerekek, de ezt tudtad magadról korábban is? Tehát itt Magyarországon próbálkoztam? Itthon nem volt ez a fejemben. Aha. Csak mivel mindenképpen szerettem volna világot látni, és ez volt abban az időben a legkézenfekvőbb megoldás, ezért döntöttem így. Nem csak Angliát láttad, mint világot, hanem tengeren túlra is eljutottál. Japánra futassuk ki, de hát éltél Európában, Csehországban, Németországban is hosszabb, rövidebb ideig, és hosszabb ideig Amerikában. Japán előtt, jól mondom? Vagy a kronológia. Igen, de azt, az hogy más. Éltem, azt túlzásnak mondanám. Voltál. Igen. A férjem kapott ösztöndíjat, illetve most már volt férjem, Japánba is, meg Amerikába is, és mivel nálam nagyon fontos az egyenlőség, nem akartam csak úgy egy feleségként kimenni egyik helyre sem, hanem akkor elkezdtem szervezni magamnak a szakmai dolgokat. Úgyhogy Japánban megismerkedtem Suzuki-sannal, akinek egy galériája volt, és megszerveztem, hogy megnézze a műveimet, akkor még inkább ékszereket készítettem, az könnyű volt a kis bőröndbe kivinni, és akkor megmutattam a munkáimat, nagyon tetszett neki, és mondta, hogy jó, akkor kiállíthatok, sőt, a kiállítás nem is tudom, hogy 2 hetes vagy 1 hónapos ideig volt kint a kiállítás, hogy addig ott is aludhattunk nála. Annyira erős lett a barátság, hogy szerveztünk közösen itt is, meg ott is kiállításokat. Itthon az A38 hajón is megmutattuk a japán és magyar művészeknek a munkáit, meg a Tatai várban is. De aztán sajnos 2005-ben Suzuki-san meghalt, úgyhogy ennek a szép folyamatnak egy kicsit vége lett. Attól még a művészekkel tartjuk a kapcsolatot, de már több ilyen kiállítás nem volt. Mit tett hozzá a te művészetedhez egyáltalán? Életfilozófiáthoz Japán, mert azért a japán kultúra, a távol-keleti kultúra általában az azért még egy kicsit egzotikus, eltér az európaitól, kicsit átszövi a filozófia nálad is, ha jól tudom, mert utána olvastam, tehát a buddhizmusnak van köze a te szellemi, lelki fejlődésedhez. Nem vagyok buddhista, de nagyon egyetértek azokkal a gondolatokkal. Úgyhogy ebből a szempontból érzem a rokonságot a japánokkal is, a japán kultúrával is, meg szerintem azért az ázsiai vonal az a magyaroknál sokkal erősebb. Szoktál autózni? Igen. De azért nem csak 30-al mész, hogy nehogy szétplöttyenjenek a rovarok a szélvédőn, mert hogy a hithű buddhisták Tibetben legalábbis... Azt hiszem, hogy ott ilyen centiméterenként halad egy vasúti építés. Többek között ezért sem vagyok buddhista. Nem, mert a környezettudatosságom is csak addig terjed. Igen, az lenne a legszebb, hogyha biciklivel közlekednék mindenhol. Hát Kovácsiból húzós lett volna átjönni ide Budakeszére. Hát igen. Azért megvan a határ, ameddig követtem az elveimet, vagy a gondolataimat, és hát beülök az autóba, és mindenhova azzal megyek sajnos. A spiritualitás az nem jött elő valamelyik kísérleti munkádban vagy korszakodban? Szerintem az egész lényemet átitatja, úgyhogy így kifejezetten nem jelenik meg, de hogyha valaki eléül egy képemnek, akkor szerintem előbb-utóbb megérzi. Egyesült Államok az megint egy egészen más világ. Tőlünk is eltérő, meg Japántól is nyilvánvalóan. Igen, ott de elsősorban ott úgy kérte a férjem az ösztöndíjat, hogy az indián kultúrát tanulmányozza. És voltunk Pow Wow fesztiválokon, meg rengeteg múzeumban, úgyhogy nem ezt a popkultúrát tanulmányoztuk, bár az új műveimnél inkább arra reflektálok. Hát Andy Warhol, igen. Párhuzamokat mondani, igen. Egyébként hogy vagy ezekkel a popkultúrával? Mondtad az A38 hajót, mint az egyik kiállításának, vagy a japán vendégművészek kiállításának a helyszínét.
Hát ez azért eléggé a magyar underground kultúrának az egyik zászlós hajója, hogy stílszerű legyek. Szóval te hogy viszonyulsz? Mert egyfelől érzek benned egy ilyen ökotudatos, spirituális, buddhizmus felé kacsingató, ősi kultúrák, kékfestő technika, stb. Vonzalmat, de hát az említett Andy Warhol pedig pont az ellenkezője, vagy az A38 hajó, tehát nálad mindez megfér együtt? És megfér. Most ne én beféljek annyit, Abszolút megfér, pontosan azért, mert hogy a legfontosabb ez az egyenlőség és az elfogadás. Tehát, hogy a műveimben is nincsen kirekesztve egyik része, sőt, ugye Andy Warhol is inspirál, és választ adok a műveire, pont a kékfestővel, aminek Andy Warholhoz az égvilágon semmi köze, és a kultúra is ugye ez a mélyebb, ősibb, gyökerű dolog nekem megfér ezzel a modernséggel. A zene az mennyire szokott beköszönni az alkotási folyamatba akár? Mert vannak olyan kortársaid, akik kifejezetten bizonyos zenéket hallgatva festenek, szobrászkodnak, alkotnak. Hát az a helyzet, hogy a férjem egy nagyon híres és nagyon jó kortárs, komoly zeneszerző volt, úgyhogy az ő művei továbbra is még imádom. Még mindig az, nem? Csak már nem a férjem. Tehát, hogy az ő zenéi azok nagyon inspirálnak, és voltak is közös műveink, mármint, hogy írt egy zenét, és akkor ahhoz én készítettem egy éremsorozatot, vagy egy képet, vagy ilyesmit, tehát, hogy inspiráltuk egymást, és imádom a zenéit továbbra is, de én munka közben csöndben szoktam lenni, meg úgy általában. A kocsiban hallgatom a könnyű zenét, de egyébként meg azért a kortárs komoly zene áll hozzám a legközelebb. Mind dolgozol éppen? Most ugye ez a kékfestő történet, ez még zajlik. Nem tudom, azt tervezed már, vagy lehet előre gondolkodni, hogy hol fogod bemutatni még ezeket? Nem csak én tervezem, hanem a nagykovácsi kiállítás megnyitón már be is jelentette Grászl Bernadett, aki a helyi kulturális központ irányítója. Bejelentette és meghívott, hogy vegyek részt Veszprémben az Európa Kulturális Fővárosa programban. 23 jövőre 23-ban, lesz. Igen. De már idén is lesz ott kiállításom. Ez egy. De mennyire lehet előre tekinteni? Tehát mondjuk a következő pár 3 hónapban még egy kiállítás, az egy kortárs művész esetében sok, vagy kevés, vagy szóval hogy kell ezt elképzelni egy laikusnak? Nem csak ez a kiállítási vonal van, hanem van egy másik nagyobb projekt is. Szeretném a végvárakat beöltöztetni ezekkel a hatalmas varva hurkolt textilekkel. Nem a becsomagolás a lényeg, hanem ez úgy felöltözteti a várat, hogy közben az én képeimet mutatom. Tehát, hogy egy kiállító térnek használom a várat, de közben azzal a tisztelettel, hogy régen a várakat díszítették kárpitok, és hogy ugyanazt a hangulatot egy modern szellemiséggel szeretném megidézni. Más technikák, anyagok most foglalkoztatnak, vagy most ebbe vagy benne? Most alapvetően a textil, de ugyanakkor a visegrádi palotában azért egy ilyen kút újragondoláson is dolgozom. Tehát, hogy a más anyagokat sem dobom félre. A Covid mennyire befolyásolta, vagy befolyásolhatja? Mondjuk állítólag most már lecsengőben van, ez az Omikron vírussal eltakarodik az életünkből, de hát azért nagyon sok művészt megviselt ez a korszak, mert például nem tudott találkozni a közönséggel, nem tudott kiállítani, fellépni. Nálad ez hogy zajlott? Engem annyira nem befolyásolt. De azért jobb, ha nem lesz. Jobb, ha nem lesz, persze, de attól még mert, hogy Covid volt, meg lezárások, meg nem lehetett így találkozni, meg úgy találkozni, abból a szempontból nem befolyásolt, hogy a két kisgyerekkel amúgy sem nagyon tudtam mozdulni, dolgozni. Egyedül szoktam, a városba annyira nem szeretek bemenni. Persze jó lenne minél több kiállításra eljutni, de ez hiányzik nekem amúgy is az életemből. Hát tértél tulajdonképpen az utolsó kérdésemre, kiállításra bemenni, bejutni, hogy hogyan töltekezel, hogyan töltődsz fel szellemileg, intellektuálisan, mire van időd, lehetőséged, mennyit enged a két gyerek, vagy hát csomó helyre lehet a gyerekeket is vinni egyébként, nem árt nekik. Én tapasztalatban mondom, hogy 4 éves gyereket el lehet vinni egy igényes kiállításra, a maga szintjén érzi azt, hogy jó. Egyrészt a gyerekek önmagukban is inspirálnak,
a gyerekeim rajzai és mondatai azok mindig nagyon találóak. Másrészt nagy kovácsiban adott, hogy elmenjünk egyet kirándulni, vagy sétálni az erdőbe. Kislányom például most kitalálta, hogy ő a füvekkel szeretne beszélgetni. Tök jó. Úgyhogy ez a... Jobb is, mint emberekkel sokszor egyébként. Igen. Úgyhogy ezek a gyöngyszemek, ezek engem mindig feltöltenek. Akkor egy bónuszkérdés, nem szép és érdekes ruhában vagy. Egyrészt ez a kékfestőre haja, az egy picit, ami, nem tudom, ez szoknyának nem lehet nevezni. Ez szoknya. Ez egy szoknya? Japán szoknya volt, de átalakítottam kékfestősre. Nagyon szép, és ez nagyon furcsa gombolása ennek a... Mi ez, ami fölül? Ez csak egy sima blúz. De a gombolása az egy fura. De ez is aszimmetrikus, igen. Ez fontos nekem. Mivel a kékfestőnél is nem teljesen a hagyományt szeretném követni, tehát hogy nem egy fodros kékfestő szoknyában jelentem meg, mert akkor ugye elköteleződnék abba az irányba, hogy csak a hagyomány tisztelet. Viszont nekem nagyon fontos a modern megközelítés, és az aszimmetrikus vonal az már a modernséget hozza. Magyarán a sokszínűségen és az ellentmondásokon keresztül próbálsz harmóniát építeni magadba és külvilág számára. Tökéletesen látsz. Sok sikert és jó egészséget a folytatáshoz. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.